Üdvözlöm Önöket, azokat is, akik néznek, és azokat is, akik hallgatnak minket. Mai vendégünk dr. Popé Gyula felvidéki történész, az MTA doktora lesz. Hamarosan kezdünk. Tehát mai vendégünk dr. Popé Gyula felvidéki történész, az MTA doktora. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és engedje meg, hogy boldog születésnapot kívánok, jó Isten éltesse nagyon sokáig, ugyanis ma 78 éves ponton van, amikor ezt a felvételt készítjük. Köszönöm szépen. Egy 78 éves embernek már nem sok boldog születésnapot kell kívánni, hanem azt, hogy a jó Isten adjon neki könnyű véget. Ha a szüleimre hasonlított apámra és anyámra, akkor van még két évem, ugyanis mindkét szülőm 80 éves korában távozott az örökké valóságba. Tehát ha rájuk hasonlítok, akkor két év múlva én is búcsút intek e földi világnak, és megyek után már előre is várom a találkozást. 1945. június 8-án medál napján született. Nyilván nem emlékszik a születése körülményeire, de az elmondásokból tudhatja, hogy ugye akkor már az orosz megszállás után. Hát már bekövetkezett, én Zemplénből származom, a Latorca és a Laborc folyók találkozásánál van az én szülőfalum. És hát bizony bennünket már 44 novemberében elért a Vörös Hadsereg, és hát attól kezdve élvezte az egész község és a környék a jelenlétüket. És hát ez nem ért véget egy-két hét alatt, mert ugye mentek nyugat felé, majd aztán bizonyos csapatok megjöttek visszafelé, már Berlinnél is eleste után is. Úgyhogy szinte 45 nyaráig állandó jelenlét volt, állandó Vörös Hadsereg katonáinak a jelenléte volt a községben. Úgyhogy hát volt belőle az akkori szüleimnek, meg az akkori sorstársainknak, falubérieknek bőven volt belőle jussuk ebben a boldogságban, mondom idézőjelben. Milyen emlékszik a gyermekkorára, boldog gyermekévei voltak? Hát ez minden viszonylagos. Utólagosan visszagondolva a gyermekkori évekre, hát úgy látom, hogy nyugodt, hát talán mondhatnám, hogy boldog gyermekkora volt, de nem rosszanak hozzátenni, hogy mindent a múlt megszépítő vánkosán látok. 6 éves koromig ugye otthon voltam, és utána kezdtük az iskolába járást. A testvéremmel együtt volt egy évvel fiatalabb testvérem, és te 5 éves korában elkezdett járni iskolába, mert nem akart otthon maradni, mert én megyek iskolába, jön ő is. És aztán párhuzamosan együtt jártunk iskolába egészen érettségig korunkig, aztán elvált a sorsunk, mert ő katonaorvosi egyetemre ment, én pedig Pozsonyban a Történészettudományi Karra fordítottam a szekerem rúdját, és hát ott kezdtem tanulmányaimat, majd később a pályafutásomat is a Pozsonyi Magyar Gimnáziumban. Aztán hát a iskoláztatásunknál egy ilyen érdekes mozzanatot meg kell, hogy említsek, csak az egész járás területén, az a Nagy Mihályi járásról van szó, közigazgatási egységről van szó járásról, csak egyetlen magyar iskola volt a mi községünkben, de csak egy 5 évfolyamok, egy összevont falusi kisiskola. Utána a járás területén nem volt magyar iskola, és így szlovák iskolába kényszerültünk a szomszéd faluba, én 11-es testvérem 10 éves korában, hát, aki, hát, és nem tudtunk szlovákul, ez volt a baj. Volt. Pedig hát csak szlovákul tanulhattunk, se a gyerekek, se a tanárok, tanítók nem tudtak magyarul. Hát eléggé kellemetlen volt, csúfoltak bennünket, futkároztak utánunk a faluba, magyariki, magyariki, sztárep, siki, hogy a kis magyarok, mint a vén kutyák, így csúfoltak bennünket, és sírva mentünk sokszor haza, hogy nem megyünk, nem fogunk iskolába járni, nem megyünk inkább disznót őrizni, meg ilyesmiket. Hát nagynéném az okos asszony volt, azt mondta, hogy fiaim, ne menjetek csak, és nagyon-nagyon nemes bosszút fogtok ki ezekkel a fiúkon állni, meg a lányokkal, akik így csúfolnak bennetek. De hát hogyan? Mindenkit verjünk meg, szerintem. Évvégére ti lesztek a legjobb tanulók. És nem tudom, hogyan Isten is odafolytál, de ez bekövetkezett valóban. Mi ketten lettünk a legjobb tanulók az iskolának, sőt, az év végén a járási tanuló, a járási szavaló versenyen a testvérem képviselte az iskolát. Tehát annyira megtanultunk szlovákul, és hát és kivívtuk mind a osztálytársaink, mind a tanítóinknak a, hát nem most csak tiszteletét, de szinte csodálatát. Hogy emlékszik ezekre az évekre, hogy milyen volt felvidéki magyarként? Ugye azok elég
elég viharos évek voltak. Viharos évek voltak, még nem régen fejeződött be a teljes jogfosztás időszaka, 49. A Csehországba deportált magyaroknak csak 49. május 1-től engedték meg a hazatérést a szülőföldjükre, de ebből sem volt nagy köszönet, mert a házaikba, a birtokaikba már ott ültek a új telepesek, a szlovákok, vagy ahogy akkor még mi nem neveztük a szlovákot, a tótoknak, ott ültek a tótok, és hát bizony nem nagyon lehetett kipaterolni őket. Vagy az akkori közigazgatási hatóságok bölcs, idézőjelben mondom a bölcset, bölcs bunkóságban úgy intézték például ezt a kérdést, hogy nem a szlovák új tulajdonost lódították ki a magyar házból, hanem egy másik magyart lódítottak ki a saját birtokából, és betették a Csehországból hazatértet. Tehát ezzel is magyar és magyar között szították a viszályt, a gyűlöletet. Tehát ez elképesztő dolgok voltak, hogy mindenki harca mindenki ellen, valahogy úgy nevezhetnénk ezeket az éveket, és a félelem. Ott lappangott az embereknek a lelkébe a félelem, hogy bármikor, bármelyik percben újból bekövetkezhet az, ami 45-46-47-ben benne volt. Hiába mutatott már 50-et vagy 51-et a naptár, még annyira bizonytalan volt a magyarok helyzete, hogy egyszerűen az emberek rettegtek tőle, hogy bekövetkezik az elmúlt éveknek a magyar ellenes politikája. Mondok egy konkrét példát. Hát ugye sokan már szerették volna kicsit kijavítani a házukat a háborús rombolás után, meg akna, meg a bombabecsapódások nyomai még ott voltak a faluban. De érdekes, hogy nem merték megtenni, nem mertek építkezni, vagy kijavítani a házukat, mert szó szerint így mondták, mert kiigényelik a tótok. Ugyanis a Magyarországról repatriálás keretében Szlovákiába telepített szlovákok, akik önként jöttek, rendszerint végigjárták a falut, és a legjobb házakat kiválasztották maguknak, és oda költöztek be, és a magyar tulajdonos akkor meg deportálták onnan, és kidobták, vitték vagy Csehországba, vagy kijelölték Magyarországra való áttelepítésre a lakosság cseré akció keretén belül. Tehát még az 50-es évek elején is még attól rettegtek, hogy nem szabad sarkasházat, így mondták, nem szabad sarkasházat építeni, mert jönnek a tótok és elveszik. Tehát egy ilyen rettegő légkör uralkodott a környéken. Persze én akkor ezt még nem nagyon értettem, már később úgy felnőttebb fejjel, amikor már nyilvánozott az agyam, akkor tudtam ezt már dekódolni, hogy miket jelentettek ezek a mozzanatok, ezek a félelmek a faluban. Na, 50-es évek első fele jött a szövetkezetesítés. Az egységes földműves szövetkezetek, ugye a TSZ-eket ott úgy nevezték, hogy egységes földműves szövetkezetek. Ezeknek az megalapítása. Nem nagyon ment az a gazdák, nem akartak belépni a szövetkezetbe. Hát akkor 4-5 családot, a legmódosabbakat deportálták, elvitték, azt se tudták, hogy hova viszik őket, úgyhogy megérkeztek a teherautó, katonaság, rendőrség, fölpakolták őket és vitték. Egész falu volt rétsít, mert nem tudtam, hogy egy óra múlva kikerül sorra. És mi gyerekek onnan oldalról néztük, hogy mi történik. Hát ez mondjuk kellemetlen dolgok voltak, ha még nem is tudtuk teljes egészében fölfogni, de hát ezek az élmények megmaradtak, és a későbbiek folyamán beépültek valahogyan a lelki világunkba ezek az élmények, és hát mindig úgy éreztük magunkat, hogy itt, hogy nekünk van mitől tartani, félni valóban, félnünk kell, mert itt ki vagyunk szolgáltatva. Először ugye, mint magyarok, aztán később, mint gazdák, akik hát óckodtak a szövegben, az egységes földműves szövetkezetben való belépéstől. Na, mindegy, tehát nem akarom tovább beszélni, mert kellemetlen dolgok. Lényeg az, hogy élt a falu úgy, ahogy tudott. Amikor létrejött a szövetkezet, hát a tőketerebesi járás, akkor oda tartoztunk, Nagy Mihály járást látszatottak bennünket a tőketerebesi járásba, míg a járás területének a legjobb, nem hogy az egyik a legjobbaknak, a legjobb földműves szövetkezet volt a miénk, az avarai, mert dolgos, józanul gondolkodó, és hát, és szinte fanatikus munkás nép lakta a falut. Gondolom a szüleim meséltek arról az időszakról, amikor felvidék visszatért. Ó, hát persze. Édesanyám 18 éves volt, akkor ugye édesapám 25. Hát boldogság, 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 diadalkapu a falu végén, és hát megjöttek a honvédek, megjöttek. Hát
mindig, még azt mondogattam, hogy menjenek még tovább észak felé, mert mi voltunk az utolsó falu észak felé, amelyiket még visszacsatoltak. Málsza, Márk, Petrik, ezek a szomszédos északi falvak már nem jöttek vissza, nem kerültek vissza. Hát a bevonuló honvédek között, főleg mikor már nagy mulatságban megittek egy csomó borz, volt, lett is volna kedv, hogy tovább mennek, de hát a tisztek közül volt azért olyan is, aki józan maradt, és hát leállították, hogy nem szabad eddig szóra parancsunk, itt kell megállni, itt kell felállítani az őrséget, és tovább nem mehetünk. És a mi házunk az utolsó volt a faluban észak felé, és hát valóban későbbiek folyamán, ha rossz volt kint az időjárás, hát a határőr katonák a mi házunkból tartották a szolgálatot, mert belátták azt a határszakaszt, amelyikre az őrizetére voltak. Őrizetével voltak megbízva. Akkor az önök háza volt az utolsó, ami visszakerült? Az utolsó házunk volt, amelyik visszakerült Magyarországra. Egy kilométerre ment a házunktól az országhatár. Úgyhogy a község kataszterének egy része Szlovákia maradt. És hát ilyen kis határmenti igazolványokkal rendelkeztek a gazdák, ezek feljogosítottak bennünket a határ át bármikor történő átlépésére, mert hát kettős birtokosoknak minősültünk. Az egész falu így volt. Hát anyám mondogatta, fiam, mentem kapálni a kukoricát, elkezdtem Magyarországon, amikor a sor végére értem, már Szlovákiában voltam. Aztán visszafelé ugyanúgy Szlovákiában kezdtem, és amikor visszaértem, már Magyarországon kapáltam. Na hát a határvadász katonák természetesen ismerték a falu gazdáit, már nem is kérték se az igazolvány, semmit, már lehetett szabadon járni, mert hát mindenki ismert mindenkit, mint ilyen kis községben, úgyhogy nem volt gond vele. És az ön fiatal korában nem volt ez napi renden, hogy visszatérhet majd a felvidék? Mert... Napi renden volt, sőt, jó magam is, hát talán még iskolában sem jártam, vagy ha jártam, otthon mondom, hogy nagynéném, polgári iskolát végzettem, akkor nagy szó volt, ugye, Ungváron a Drugett polgári iskolát, és nagyon jó térképei, atlaszai voltak, és mindig mutatott volt a történelmi haza nemzetiségi atlasza, és mindig mondta, nézd ide, ezek vagyunk mi, pirosak, és mondom, hát ezek mi itt vagyunk a pirosban, akkor mi Magyarország vagyunk, hogy nem, mi Szlovákia vagyunk, hát hogyan, hát megmagyarázgatták nekem mindig úgy, ahogy egy 5-6-7 éves gyereknek ezt meg lehet magyarázni, és megértettem, fölfogtam, hogy itt valami nagy igazságtalanság történt, ami ellen küzdeni kell, harcolni kell az igazságtalanság ellen. És később, amikor már oskolás lettem, ugyebár, hát még talán azt is elmondhatom, hogy még szinte magyarázgattam az osztálytársaimnak, hogy nem jó ez a helyzet, nekünk valahogy ellenem módosítani kellene, de hogyan? Hogyan? Hát majd valahogy valami biztos lesz majd olyan fordulat a világban, hogy még ez a jogtalanság, ez a jogtalan állapot majd megszűnik, vagy legalább mérséklődik valahogyan. Csak hát nem tudtuk, hogy mi lesz, meg hogyan lesz. Most se tudjuk, de azért arra el kell kelleni készülni mindig mindenre. Azt mondom mindig, hogy a történelem nem az enyészet őre, ami elmúlt, az nem múlt a semmibe, hanem bennünk él, és szenvedélyeket táplál. Egész kultunk bennünk él. Meg ugye az is egy történelmi igazság, hogy a történelemben semmi sem örök, minden változik, minden mozdul. Csak azok hirdetik az örök változtathatatlanságot, akiknek ehhez érdekük fűződik. Nekünk pedig nem fűződik érdekünk ahhoz, hogy a jogtalanság örök érvényű legyen a világban, vagy Európában, vagy itt a Kárpát-medencében. Mert a Kárpát-medencét 18-19-20-ban tönkretették. Fölrobbant szinte ez a Kárpát-medence, és az egyformán káros nem csak mi számunkra, magyarok számára, hanem a felvidéki szlovákok, ruszinok, vagy a délvidéki horvátok, szerbek, még az erdélyi románokat is beleértem, azok számára is káros és hátrányos ez a helyzet. Még akkor is, hogy ezt nem fogják föl kellőképpen. Még hát ne is hibáztassuk őket, hogy nem fogják, hisz mi közülünk, magyarok közül sem fogja fel ezt mindenki. Akkor hogyan várhatnánk el, hogy ők fölfogják? Bár már vannak olyan hangok, még Erdélyben is, Szabin Germánnak a nevét hagy említsem meg, egy kolozsvári vagy erdélyi román, nem is tud magyarul. És már több mint 10 évvel ezelőtt megjelent egy ilyen cikke, hogy elegem van Romániából, Erdélyemet akarom. Hát ezért a újság szikkért pert indítottak ellene
ő eresztán válaszolt, a választály újabb pereket indítottak ellene, azt mondja, hogy több mint 10 per folyt ellene. Nem is tudom, hogy hogyan értek véget ezek a perek, azóta, hogy nem nagyon hallani róla, lehet, hogy valahol elhallgattatták, vagy megszűnt létezni, Romániában minden lehetséges. De hát az, ez mit bizonyít? Az, hogy még az erdélyi románság is kezdi észrevenni, hogy számukra az erdélyi múlt valami olyan töbletet jelentett a regáti románsággal szembe, ami behozhatatlan. Még mindig érezni ennyi év után is az erdélyiség kulturáltabb mázát rajtuk, mint a regáti románokon. És ez vonatkozik a kárpátaljai ruténekre is, ők is inkább ruténnek vallják magukat, és nem nagyon vallják magukat ukránnak. Mert úgy érzik, hogy ők egész múltjukkal különböznek mások, mint a Kijev környéki, vagy a belső ukránok. Hát erről talán nem így tudnék mondani, aztán később, majd meglátjuk, hogy hogyan bonyolódik a beszélgetés. Térjünk vissza a fiatal korára, ugye ott fejeztük be, hogy említette, hogy 18 évesen egyetemre került Pozsonyba. Az egyetemi tanulmányaimat a Comenius Egyetem bölcsészettudományi karán folytattam, 1963 és 68 között, 5 éves ugye, tanulmányi idő. Magyar és történelem szakpárosítás volt a tanulmányaimnak a központi témája, ezt el is végeztem, és középiskolai tanári oklevelet szereztem. Tanári működésemet a pozsonyi gimnáziumban kezdtem, de 2 év után átmentem a Szenci gimnáziumba, nem akarom részletezni bizonyos személyi problémák miatt, aztán fölvettek a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetébe először. Hát most úgy mondanák, hogy doktorandusz képzésre, de akkor úgy mondták, hogy kandidátusi képzésre, mert tudományi kandidátusra fokozatot kaptuk meg, amik ezt elvégeztük. 4 év volt rá a megszabott idő. Na hát ezt megszereztem, és utána még ott maradtam tudományos munkatársként az intézetben, amíg csak nem kényszerültem rá, hogy onnan távozzam, mert ugyanis az állambiztonsági szerveknek annyira a fókuszába kerültem, annyira érzem a Csehszlovákiai Magyar Jogvédő Bizottságban Duraival együtt, annyira szembeörklően csináltuk, mi úgy gondoltuk, hogy titokban csinálunk mindent, aztán rájöttünk, hogy az állambiztonsági szervek többet tudtak rólunk, mint milyen magunkról. Tehát az igazgató felszólított az intézet igazgatója, hogy jobb lenne, ha távoznék az intézetből, mert nekik is már kellemetlen, hogy engem, mint az intézet tudományos munkatársát ennyire szerez, ahogyan akkor mondtuk az STB, Staat der Wissenschaften, tehát az állambiztonsági szervek. Adott egy határidőt, az a fél éve belül, ha nem mész el, akkor én leszek kénytelen elküldeni téged fegyelmével. Hát értettem a szóból, elmentem, aztán hányultam, lökődtem ide-oda az életben, Pozsonyban, amikor 1985 márciusában Gorbacsov lépett a hatalom csúcsára, 54 évesen, azóta akkor kezdett valami derengeni, glasnosz, perestrojka, uszkorénye, ugye, hát mondjuk amikor hogy jön Moszkva, de keletről jön a fény. Először nem voltunk vele tisztában, hogy ez talán a Lidérc fény tápláztatja-e a szemünket, vagy valóságosan Moszkvából jönne a fény, amire várni kell. Vártunk ennyit, és megbizonyosodott, hogy igen, hogy Gorbacsov meg akarja reformálni ezt a kommunista rendszert. Hát elkezdte reformálgatni, aztán bebizonyosodott, hogy ez megreformálhatatlan. Annyira reformálgatta, hogy szépen hát szétmállott ez a rendszer. No, jelzem, biztosan nélkül is szétmállott volna, de nem ilyen formában, akkor másképpen vállott volna szét. Ugye az NDK, meg Csehszlovákia, meg Románia maradtak még utolsónak a süllyedő hajón, de aztán hát itt is 89. ugye, november 17-én, 16-án még gumimotoztak Prágában, 17-én már megszűnt a gumimotozásra vonatkozó parancs, és hát egy héten belül összeomlott az egész rendszer az akkori Csehszlovákiában is. Na hát mi akkorig fiatalabb, mint most, mert nem voltunk már akkor sem suhanszok, az akkori 40-es korosztály, csodálattal néztük Magyarországot, és mert itt ugye már a 80-as évek második fele, már a mi szemünkkel nézve,
Na, Pozsonyból nézve, hát ez egy elbarátó volt, nem, és nem gazdaságilag, hanem szellemileg. Itt már minden megjelenhetett, itt már meg szabadon lehetett lélegezni, gondolkodni, és ki lehetett mondani a gondolatokat. A szamizdat irodalom az pedig, hát az meg csodáltuk, de csempésztük át magunkhoz, vagy csempésztettük át Csehszlovákiába, de a határon a tilos volt az átszállítása ezeknek, de hát azért átjutott hozzánk egy-két dolog, meg átjártunk, itt így bele tudtunk nézni, meg emberekkel találkozgattunk, beszélgettünk, és mindenki mondta, hogy várjatok, Csehszlovákiában is be fog ez következni, ami nálunk már folyamatban van. Létre fognak ott is jönni a pártok, itt már alakulgatnak a pártok, mondták 88-89 elején. Hát én őszintén szóval én szurkoltam, hogy Csehszlovákiában minden később következzen be, mert abból indultam ki, hogy talán ha magyarországi előre fut, a világ szimpátiája annál inkább mifelénk fog magyarok felé fordulni. És a csehekbe a szlovákok ne kövessenek bennünket, maradjanak úgy, hogy románokkal egy kosárba dobják be őket, és hogy tehát, hogy valahogyan előnyt szerezzünk mi ezen a téren is, már a magyarok. Hát, ha jobban felhívjuk magunkra pozitív értelemben az akkori szabadnak és nagyszerűnek vélt világ figyelmét. Na, de hát ugye egy nagy recseléssel Csehszlovákiában bekövetkezett, ami hát törvényszerű volt. Hogyan érték meg a rendszerváltást? Hát én akkor éppen itt voltam, mert kivettem a munkahelyemet, az akkori munkahelyemen 2 hónap fizetetlen szabadságot, és itt kutattam a Bécsi kapu téren a Magyarországos Levéltárban, illetve az Országgyűlési Könyvtárban, valamint a OSK-ban, az Országos Széchenyi Könyvtárban. Hát én akkor, amikor hazamentem innen decemberben a szülőfalumba, akkor testvérem is véletlenül éppen ott volt a varán, és feleségével együtt is. A feleségével találkoztam, ahogy mentem fel az udvarra, és azt mondja nekem, hogy nagyon szépen eljött a ti időtök, és így a ti időtök, azt mondja, elővez egy újságot, benne van itt van, hogy a miniszter leszel Prágában. Mondom, hogy nézem az újságot, hogy benne van. Hát hogy én nem tudok róla. Hát az, hogy nézd itt fel, hogy még nemzetiségi minisztériumot hoznak létre Prágában, és te vagy kitippelve miniszternek. Hát, hogyan? Nem értettem a dolgot. De azt mondja, hogy minden 15 percben telefonálgatnak Pozsonyból, azonnal utaz fel Pozsonyba, nem tudják, hogy hol vagy. Hát vártam, hogy mondom, majd sem lesz valami. De valóban jön a telefon, azonnal fel kell menni Pozsonyba, mert aztán Prága, meg mit tudom, és kezdik mondani azt. A szöveget, hát én hittem is, vagy nem is, nem tudtam, hogy most egyáltalán mi van, álmodok, vagy mi történik itt? Megbolondult a világ, meg én is. Na. Aztán egyik telefon azt mondja, hogy megváltozott a dolog, hogy Durai Miklóst küldjük fel Pozsonyba nemzetiségügyi miniszternek, hogy te belőle pedig azt mondja, a szlovák kormány miniszterelnök helyettese lesz. Milán Csics lesz a miniszterelnök, és te a szlovák kormány miniszterelnök helyettese. Ki telefonált? Hát a kerekasztal beszélt, és Szigeti László, meg Szabó Rezső, Dobos László, ezek voltak tagjai a kerekasztalnak, és ők alkották ki ott, hogy, mert úgy volt, hogy a magyaroknak is egy minisztert nevezniük kell a prágai kormányba, és egyet a szlovák kormányba is. Hát ők találták ki a Durai nevét is, meg az én nevemet is. Hát azt mondtam nekik, hogy emberek, én nem utazhatom föl, mert holnap disznóörés lesz. Hát ameddig ezt meg nem oldjuk, addig én nem megyek sehová. Ameddig be nem sózom a hurkát. Hát hülye vagy, mondták nekem. Mondtam, lehet, hogy az vagy, de nem megyek addig. Kész. Hát azt mondtam, hogy hétfőn ott leszek. Holnap, ez pénteki nap volt, pénteken délután, holnap szombaton az disznóörés, vasárnap nem utazom, ki kell józanodni a disznótor után, és hétfőn fölmegyek. De éjszaka volt utazom, hogy reggel már ott leszek. Hát úgy is volt, ott voltam 4 órán keresztül, folyt a győzködésem, és végül Jóistennek köszönöm, adott annyi erőt, hogy szembevertem Szálmel csábítással, a sátán csábításával, és nemet mondtam. Nem fogadtam el a miniszterelnök helyettességet. Olyan feltételek lettek volna, ami hát eleve kizárta, hogy én oda elvállaljam ezt a tisztséget. Nem mondom, hogy bölcsön cselekedtem, jobb lett volna, ha talán elvállom, és 2-3 hónap múlva látványosan lemondok. Az lett volna a jobbik dolog, de hát nem azt
ott nem azt tudom, választottam. Milyen feltételei voltak? Hogy mondjam, egy belső érzés, hogy ezeket, ez nem volt még valamilyen reformkormány, hanem nemzeti megmentés kormányának nevezte magát ez a kormány, amelynek az élén a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága elnökségének az egyik tagja állt, ez a bizonyos Milan Csics. A kormánynak tele volt régi kommunistákkal a népsora. Többek között Mészár, és a belügyminiszteri tárca várományosa volt Mészár. És én egy ilyen kormánynak legyek a miniszterelnök helyettese. Hát mondtam, hát ezzel voltak éppen a volt kommunisták, vagy a, most még azóta is kommunistákat erősítem az ott létemmel. Hát ez eleve már kizárja. Szóval én, aki világ életemben azért küzdök, hogy bomboljon föl Csehszlovákia, szűnjön meg ez, amit itt létünk, és most én álljak be egy kurusz, szegény, legény, labanc fő úrnak? Hát semmiképpen. Még felvetettem azt, hogy a 1920-as Csehszlovák, első Csehszlovák köztársaság alkotmányában benne van a nemzetiségi jogokról szóló törvény. Ezt egy az egybe köztársasági elnöki oktrojjal érvénybe újból léptetni. Mert jogilag ezt senki nem szüntette meg. Senki nem törölt el. És akkor Csehszlovákia azzal a feltétellel kapta meg a volt magyar területeket, hogy a Saint-Germain-en-Laye-ben aláírt kisebbségvédelmi szerződésnek a paragrafusait beleépíti saját alkotmányába és érvénybe lépteti. Tehát voltak éppen ez része volt a Párizs környéki békéknek. Tehát ha a Párizs környéki békéket senki nem szüntette meg, igaz, hogy a 46-os békekonferencia jóvá hagyta, hát akkor voltak éppen ennek is érvényesnek kell lenni a nemzetközi kisebbségvédelmi szerződésnek. Hát hogy azt nem lehet. Hát mondom, akkor köszönöm szépen, akkor választanak olyan miniszterelnök helyettesnek, aki hajlandó rábólítani bármire, és végrehajt minden utasítást. Én nem ezek közül való vagyok. És így esett a miniszterelnök helyettességem. Na de kaptam egy ajánlatot, hogy azért menjek el Prágába képviselőnek, ugyanis a kommunista képviselőknek egy harmadát visszavonták, visszahívták a parlamentből. Először, de milyen törvény alapján? Gyorsan ezzel a parlamenttel, ezzel a kommunista országgyűléssel megszavaztottak egy törvényt, hogy ők saját maguk visszavonható közülük egy harmada a képviselőt. Ez egy észbontó törvény, de megszavazták, és akkor egy harmadukat egyszerűen kimondták, megszűnt a mandátumuk. És a kerekasztal ezek helyett delegálhatott, kooptálhatott képviselőket. És az volt a szabály, amennyi magyar visszavonnak, visszaléptetnek, azok helyére csak magyarokat lehet kooptálni. Tehát én is egy vágsejei fejőnő helyére kerültem be a prágai törvényhozásba, és egy fél éven keresztül, hát januártól, 90 januárjától 90 június végéig képviselő voltam Prágában. Na, volt egy-két kemény felszólalásom, de hát akit érdekelt, megtalálhatja a gyorsulói környezésekben. Na. Hát utána valahogyan egyre inkább sodorodtam kifelé a politikából. Nem is annyira a szlovákok, hanem az ottani magyar politikus társaim próbáltak kiszorítani, ahogy csak lehetett, azt mondani, hogy ilyen túl radikális emberrel nem lehet együttműködni. Tehát radikális nacionalista volt. És én pedig csak azt mondtam, hogy én következetes vagyok, csak ennyi volt az egész. Én nem tartom magamat nacionalista. Hát jó értelemben lett nacionalista, mert nacionalista azok lefordítjuk magyarra, az azt jelenti, hogy nemzeti. Hát világos, én nemzetinek érzem magam, senki előtt soha nem titkoltam, de ugyanúgy tisztelem a nemzeti szlovákot, ruszint, meg román, amelyben nem sért engem, nem sérti az én nemzeti értésemet. Én igyekszem nem sérteni az ő nemzeti értését, ha pedig talán valamilyen surlódáson közöttünk, azt normálisan mindig rendezni lehet jó akarattal. De ez, amit említett, ez az elmúlt 33 évben nem sokat változott a felvidéki magyar politikában. Nem. Tehát ugyanez a harc van most, ugye próbálták ezt a szövetség nevű szervezetet összehozni, de hát már... A nagymatag csak a túlélésre spekuláló politikusoké a világ. Egy-két saját kis pecsenyét meg lehet sütögetni, ugye, de hát a közösség érdeke valahogyan
hát hogy mondjam, nem az az első. De miért nem sikerül ez Felvidéken? Tehát, hogy, ugye mondjuk Erdélyben az RMDSZ-nek úgy tűnik, hogy sikerült azért. Tehát persze milyen kompromisszumok árán az egy másik téma, de a Felvidéken ez sose jött össze a 33 évvel. Hát 8 éven keresztül a magyar közösség, vagy ahogy akkor nevezték, Magyar Koalíció Pártja tagja volt, vagy MKP tagja volt, a Zurinda az első, meg a második Zurinda kormánynak is tagja volt. Nem sokat sikerült elintézni a felvidéki magyarság javára ez alatt az idő alatt. Néha meglebegtették, hogy kilépjünk a koalícióból. Ez olyan mumus volt csak. Hát én akkoriban eléggé gyakran, szinte rendszeresen publikáltam a Csurkalapjában, ugye hát a Magyar Fórumban, és hát főleg ugye a felvidéki dolgokkal foglalkoztam, hát írtam is egy nagyon kemény cikket ezzel kapcsolatban, többek között egy ilyen címmel, hogy Bokréta a drótos kalapon. Tehát csak arra volt szükség az akkori hatalomra, azért volt szüksége a magyarokra, hogy hát azért szépen mutat a Bokréta a drótos kalapon. Nyugat felé, az Európa Unió felé lehetett azzal érvelni, hogy hát a magyarok tagjai a kormánynak, hát itt minden rendben van, nem igaz? Ugye, hát, hogy, mert ha nem lenne rendben, akkor nem lennének benne a kormányban. Hát sok mindenféle árulás történt ezen a téren. A vezető politikusaink, egyik ugye miniszterelnök helyettes lett, másik négy emberünk miniszter lett, az Zurinda kormányban lett egy soha államtitkár, azzal érveltek, hogy mi nem akarjuk nehezíteni Szlovákia euróatlanti integrációját. Tehát nekünk úgy kell, hogy mindig simábban menjen be az EU-ba Szlovákia. Én aztán feltettem a kérdést szóban is, meg írásban is, hogy kedves politikus urak, döntsétek már el, hogy kit képviseltek, Szlovákiát, mint államalakulatot, vagy a felvidéki magyarságot, mint etnikumot. Ki választott meg benneteket? Ki adta kezetekbe a képviselői mandátumot, és kitolta a seggetek alá a bársony széket? Hát akkor azokat kell képviselni. De hogy most elsődleges az integráció, Szlovákia euróatlanti integrációja, mert ha bekerülünk az EU-ba, akkor ez minden magától megértődik. A Bogár Béla ugye akkori legjelesebb politikusunk, magyar politikusunk, aztán utólagosan jöttünk rá, hogy egy beépített ember, na, egy szlovák maffiumé, de nem is a szlovák politikai élet, hanem a gazdasági mafiózó élet beépített embere volt a magyar politikában. Nos, annak akkor, ha belépik az Unióba, Szlovákia és Magyarország is, akkor egy ilyen blőr, ilyen hülye kijelentése volt, hogy ezzel meghaladtuk Trianont. És az új szóban, ottani felvidéki magyar napilapban egy ilyen címmel jelent meg egy írás, hogy meghaladtuk Trianont. Tehát úgy okoskodtak egyesek, hogy ezzel a beléptünk az Unióba, annyi, mintha Trianonban nem is történt volna velünk semmilyen disznóság, mert minden meghalott, minden megszűnik voltak éppen. De nem csak Bugár Béla, még Durai Miklós, akit én így félistennek tartottam valamikor, az is úgy nyilatkozott, hogy jaj, de jó, most már minden megszűnik, mindenféle elnyomás, mindenféle bajunk megszűnik azáltal, mert ugyebár az Európa Unió nem tűri a határai között a nemzetiségi torzsalkodást, hogy a kisebbségek problémája minden téren meg fog oldódni. Hát a nemi kisebbségek problémája az izgatja az Uniót, a szivárvány felvonulások, a Pride-ok, meg mindenféle, de az az erdélyi magyarság, vagy a felvidéki magyarság elnyomatása egyáltalán nem izgatja őket az Unióban. Na. Tehát ez egy nagy ballépés volt, és én valahogyan nem tartom magam valamilyen vátesznak, de a Unióba lépésünk előtt az volt a benyomásom, hogy mi nagy hibát követünk el. Nem szabad belépni az Unióba, ameddig nem tesszük az európai nagypolitika asztalára a magyar kérdést. Azt kellett volna mondani, hogy először is kérjük, rendezze ezt Európa megfelelő színvonalon, a 21. századhoz illő szinten, mert amilyen megoldatlan sok egyéb kérdés Európában, ezek között mi számunkra a legfontosabb a magyar kérdés megoldása. Tessék! Összehívni nemzetközi konferenciát, vagy konferenciákat, ha kell, és orvosolni ezt a kérdést, mert lehetetlen. A nemzet egyharmada a szomszédos államokban él, szinte majdnem, hogy a határ mentén, és ezzel nem lehet orvosolni, nem lehet mozdulni. Mert akkor Magyarország már is szinte kirekesztenek bennünket az európai népek közösségéből. Ma nem mozdulunk. Behúzott farokkal érjük az életünket, mi magyarok,
államilag is, meg nemzetileg is, és még így is mi vagyunk a rossz fiú Európában. Most képzeljük el, ha még erre ezt még megfejelnénk azzal, hogy még a megoldottan magyar kérdést sem foglalkoznánk, és mi zavarnánk úgymond ezzel a nyugodt Európának Európának az életét. Tehát elképesztő, és ezt nem lett volna szabad megkockáztatnunk, hogy e kérdés megoldása, hogy napirendre tűzése nélkül bemegyünk az Európa Unióba. Hát ez nagy hiba volt. A felvidéki magyar politikum miért volt? Miért ment bele ebbe? Hát a felvidéki magyar politikusaink nagyon szeretnek okoskodni, de okosodni már nem nagyon. Tehát itt szellemileg a legtöbb felvidéki magyar politikusunk intellektuálisan nincs azon a szinten, hogy fölfogja, hogy mi a nemzet, össznemzeti érdek. Sajnos ezt vagyok kénytelen kimondani, és ezt hiszem és vallom ezt, amit kimondtam. Nem véletlen, hogy engem ahogy csak lehetett, kiutáltak mindenünnen, és most nem a sértettség beszél belőlem, mert bár az is beszélhetne, de én lenyeltem minden megaláztatást, mondhatnám így, és még ha kell, akár önrontó módon is mindig előjöttem a valós vagy vélt igazammal, és mindig vártam volna, hogy nyílt vitában valaki meggyőz, vagy hát ilyesmire soha nem kerül sor. Több mint 10-15 könyvet írtam eddig, többnyire felvidékkel kapcsolatban. Merem állítani, hogy a felvidéki magyar értelmiség közül újonnan meg tudnám számlálni, hogy hányan olvasták, hogy hányan ismerik egyáltalán a működésemet. És a mostani új generáció, ugye azért volt a felvidéki magyar politikában egy generációváltás, az jól látható. Hát egyelőre ezekből sem mondhatok sok jót. És a felvidéki magyar választópolgárok pedig szinte rezináltak valahogyan. Belefáradt? Azt mondják, hogy ott fenn csak viszáltatják, mutatkoznak, meg csak egymást pocskondriázzák. Hát akkor minek menjek el szavazni? Ezekkel szavazni? Ami nagy hiba. Én mindenkinek azt mondom, el kell menni szavazni. Mindenkinek. És meg kell ezeket választani, és utána pedig keményen megkövetelni. Nagy gyűléseken, meg bármilyen rendezvényeken, hogy hát álljanak ki merészen, álljanak a sarkukra. Hát most ugye szeptemberben választunk, országgyűlési választások lesznek, hát tartok tőle, hogy nem ugorjuk meg az 5%-os küszöböt. Nem tudom. De én magam részéről mindent megteszek, amerre csak járok, megyek, vagy ahol különböző rendezvényeken föl kell lépnem, mindenütt hirdetem, hogy emberek, el kell mennünk, szavaznunk kell, és a sajátjainkat be kell juttatni a törvényhozásba, mert nincs más út a számunkra. Nem azért, mert azért annyira okosak, és nem azért, mert ezek talán a legjobbak, és a legjobb szívűek. Lehet, hogy talán idegen szívűek is vannak közöttük, de nincs más jelenleg. Ezeket kell bejuttatni, ezek vannak ott. És ha bejutnak, akkor sugallani kell föléjük minden féle rendezvényeken, hogy mik az elvárásai, mi a felvidéki magyarság elvárása. Hát annál jó Isten, hogy ez így legyen. Egyelőre szkeptikus vagyok ezen a téren. Na, az 5%-os küszöbben kapcsolatban mondanék még valamit. Ezt a törvényt még a szövetségi gyűlés szavazta meg 1990. február 27-én. Én is mondtam akkor egy nagy beszédet a szövetségi gyűlésben, amelyben kitértem arra, hogy a nemzeti kisebbségekre ne vonatkozzon az 5%-os küszöb. Mert számunkra eleve nehezebb megugrani egy 5%-os küszöböt, mint még a Csehszlovákia volt akkor, mint a csehek vagy a szlovákok számára. Mert mi egy 500 ezer emberből kell, hogy elérjük az 5%-os küszöböt, ők pedig 5 millióval, a csehek pedig 10 millióval. Hát, sőt még a bizottsági tárgyalásán ennek a törvényjavaslatnak ott is fölléptem a törvényjavaslat beterjesztőjével, egy jogászprofesszorral szemben. Mondtam, hogy hát ez egy kisebbségek számára ez elfogadhatatlan ez a törvényjavaslat.
akkor javaslott, hogy csak az 5%-os küszöb. És azt mondta, hogy igen, hogy a két háború közötti Csehszlovákiának nagyon rossz tapasztalatai voltak a nemzeti kisebbségekkel, a németekkel, a magyarokkal, a lengyelekkel, a ruszinokkal. Tehát mi eleve úgy akarjuk, hogy ne hozzanak létre a nemzeti kisebbségek önálló politikai pártokat, hanem épüljenek be a különböző cseh és szlovák politikai pártokba, és azok keretén belül próbálják érvényesíteni saját nemzetiségi kívánalmaikat. Mert rossz tapasztalataink vannak ezek magyarokkal. Hát akkor én viszont válaszomban azt mondtam, hogy igen, tisztelt képviselőtársam, azért higgy el, ha a csehszlovák államnak rossz tapasztalatai voltak a magyarokkal, a magyaroknak legalább ugyanennyi rossz tapasztalatai voltak a csehszlovák állammal. És ha egy nemzeti kisebbség elégedetlen a helyzetével, rendszerint az államhatalomban van a hiba, nem a kisebbségben. Na, ezt szépen megfogalmazva majd a plenáris ülésen is elmondtam egy beszédben, és elképesztő, de a sajtóban nem is a szlovákoktól vagy a csehektől kaptam hideget, meleget, hanem a magyaroktól. Hogy mit kell ilyenekkel felhozni, hogy minek kell borzolni a kedélyeket. Hát ilyenek vagyunk, ilyenek voltunk és ilyenek vagyunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nekem is alkalmazkodni kell ehhez a sémához, az ilyen stílushoz. Én akkor is rossznak tartottam, és most is hátrányosnak tartom az 5%-os küszöböt. És most már bizony, már a magyar politikum is már kezd rájönni, hogy hát ez bizony milyen előterem a számunkra. Most, amikor már kikimaradoznak a választásokon, mert nem érik el az 5%-ot. Na, akkor átment volna az a törvény, az a módosítás, amit én javasoltam, hogy ez ne vonatkozzon a nemzeti kisebbségekre, akkor boldogan hátra dőlhetnénk, ha akár 1%-ot is kapunk, akkor is bekerül az az egy vagy két emberünk. Na, így aztán nagyon nehéz. Most úgy látom, hogy sem a szlovákiai magyar kisebbségben, sem Magyarországon nem érett meg arra a helyzet, hogy keményen és okosan lehessen valamit mozdítani ezekben az ügyekben. Itt ugye valamikor a Magyar Igazság és az Élet pártja volt szerintem az egyetlen képviselője az igazi nemzeti gondolatnak. Aztán a Jobbikot tartottam ilyennek, ameddig ugye el nem indult a zűrés útján, most pedig itt van a Mi Hazánk. Tehát a Mi Hazánknak valahogyan először is meg kell erősödnie, tekintélyt szereznie mind a hatalom, mind pedig a országlakosok között, és hát egy 15-20%-os párttá kellene válnia a jövendő választásokon. Ez elérhető. Ha a Jobbik meg tudta tenni, hogy 20%-ot elért 18-ban, akkor úgy gondolom a Mi Hazánk is képes erre. Nos, aztán itt van a téren, a nemzeti téren számunkra kihasználatlan Európa Unió, ami elfordul a nemzeti kisebbség problémáitól. De most felteszem a kérdést, vajon mindent megtettünk-e? Az európai parlamenti képviselők vajon mindent megtettek annak érdekében, hogy felrázzák az alvó Európa Uniónak a lelkiismeretét ezen a téren? A felvidéki magyaroknak hát most nincsen képviseletük, de két választási cikluson keresztül is kettő-kettő képviselőjük volt a Európa Unióban. És ezeket a felvidéki magyar választók juttatták mandátumhoz, úgy Brüsszelbe. Hát azt kell mondanom, hogy ezen a téren csend volt, ezen a téren nem nyilvánultak meg már a nemzeti kérdés vonatkozásában. És sajnos a mai magyar képviselőktől, még a Fidesz színeiben kijuttatott magyar képviselőkről sem mondhatom el, hogy élharcosai lennének ennek a gondolatnak. Most ugye választások előtt állunk. Én nagyon remélem és bízok benne, hogy a Mi Hazánk legalább 2-3 ember kijutat az Európa Unióba. Nos, és azoknak az embereknek ott kell majd keményen fölhívni rá, nem csak a magyar, hanem minden képviselőnek a figyelmét, hogy itt van, itt gengyesedik egy kérdés. Évtizedek óta megoldatlan ez a kérdés. Először is csak gondolkozzanak el rajta, és próbálják saját nemzetükre vonatkoztatni ezt a sémát, ami bennünket ér. És próbálják elgondolni, hogy ők meg tudnának-e vajon békélni ezekkel az állapotokkal. És ha a magyarok úgymond békétlenek ezen a téren, ennek megvan az alapja, és megvan a jogunk
a békétlenségnek, sőt, kötelességünk békétleneknek lenni ezen a téren. Ezért kívánom tehát, és szurkolok a Mi Hazánk mozgalomnak, hogy olyan képviselőket juttassunk ki, akik képesek és hajlandóak vállalni ezt a írtó kemény és nem nagyon hálás küzdelmet. De ezt meg kell tennünk, enélkül nincs jogunk majd paraszkodni sem, ha nem teszünk meg mindent saját sorsunk jobbítása érdekében. Térjünk vissza a 90-es évekre, 91-től 97-ig ugye a pozsonyi magyar általános iskolai és gimnázium igazgatója volt, és akkor utána rúgatta ki Mecsiár. Így van. Erről mesélni nekünk, hogy ez egész pontosan hogy volt, hogy azért kerül sor a kirúgására, mert hogy magyar nyelvű, két nyelvű bizonyítványokat adott. Nos, a Mecsiár kormányban az oktatásügyi tárca a Szlovák Nemzeti Párté volt. És egy nagyon kemény magyar ellenes hölgy volt a miniszter. Kiadott egy utasítást, tehát nem miniszteri rendelet, utasítást, ami nem jogszabály. Egy utasítás, hogy már pedig ezen túl a magyar iskolákban nem szabad kétnyelvű bizonyítványokat kiadni, iskolai bizonyítványokat adni a gyerekek kezébe, csak is szlovák nyelvűeket. Na de ez alkotmány ellenes volt, jogellenes a dolog. Hát én pedig azt mondtam, hogy én ezt nem tudom végrehajtani, mert a szlovák alkotmány 32. paragrafusa kimondja, hogy a jogtalan utasítást egyetlen állami alkalmazott sem köteles elfogadni, a felettesítő sem, sőt, szembe kell vele helyezkedni. Köteles szembe helyezkedni vele. Hát én mondom, még ha minisztertől kapom az utasítást, akkor is szembe helyezkedek vele, mert jogtalan. És alkotmány ellenes az utasítás. És majd kiadtam a két nyelveket. Mindenki meg volt rökönyödve. Egyedüli középiskolai igazgató, magyar középiskolai igazgató voltam Szlovákiában, aki ezt megtette. Általános iskolák igazgatóinak körülbelül egyharmada szembeszekült, de aztán azok is később visszakoztak aztán. Most én maradtam, aki egyedül, aki kiadta már középiskolás iskolaigazgatók közül, akit két nyelvűt adtam ki továbbra is, és nem voltam hajlandó visszavonni. Figyelmeztettek először, és felszólítottak, hogy szedjen be, és adja ki két szlovák nyelvűeket. Én szépen jogilag megfogalmaztam, hogy miért nem tudom ezt az utasítást végrehajtani. És miért adok ki továbbra is két nyelvűeket. Nem érvelt senki, nem száfolta az ilyen érveimet, hanem jött a következő dörgedelem még egyszer, csak egyszerű expressis verbis, egy kemény utasítás, már pedig visszavonni és itt és itt. Én megint megértem, hogy nem vagyok hajlandó, és legyenek szívesek, érveljenek már, hogy akkor miben sértettem meg a szolgálati, meg egyáltalán a törvényes kötelességeimet. Elvtársak, önök sértették meg. Nem olvasták el, hogy én kifejtettem, hogy mivel sértették? Ott van minden világosan. A harmadik figyelmeztetés már nem érkezett meg, hanem megjelent egy négy tagú végrehajtó brigád, amely összehívotta a tantestületet, és bejelentették, hogy már pedig mai nappal megszűnik az igazgatói megnyilatások. Plusz passz el van intézve. Én azoknak is válaszoltam, hogy uraim, nem kapták meg az én viszont válaszaimat, ott van pontosan kifejtve, hogy miért nem hajtom végre az utasításokat. A négy tagú brigádnak a fő vezetője, a fő hóhéron azt mondta, hogy mi nem alkotmányjogászok vagyunk, hanem államhivatalnokok. Ha holnap azt az utasítást kapom, hogy önt ismét nevezzük ki, akkor jövök és ki fogom nevezni. Most én azt az utasítást kaptam tegnap délután, hogy ma jelenjek meg és önt váltsam le. Hát ezt megteszem. Legfelsőbb szintről jött az utasítás, Mestertől. Hát tudomásul vettem, azt mondtam, hogy erre a leváltásomat kimondó okiratra büszkébb vagyok, mint a nemes ember az álmálisára. Nem tudom, megértették-e ők, mire célzok, vagy nem. Nem feltételezem, hogy megértették volna. Na, hát így kerülünk. Na és hát a sajtó pedig, a szlovák sajtó tudomásul vette, mint tényt közölte, nem nagyon foglalt állást. A magyar sajtó pedig hát részben volt egy ilyen lapos szabad újság. A szabad újság, mivel a főszerkesztője kicsit úgy hajlott én felém, hát pozitív hangon értékelt a tettemet, de az új szó például, hát és a magyar politikusok nagy része
fölösleges hősködésnek tartotta. Minek kell itt ugrálni, hősködni, magyarkodni? Csak saját magunknak ártunk ezzel, nem veszed észre, hogy már nem merek, de nem lehet örökké hátrálni, hát már nincs hova hátrálnunk. A szakadék szélén állunk, hova hátrálunk? Teszel két-három lépést, és már paf, már véged van. De hát akkor sem szabad, majd ugye majd lebukik a mesár rendszer, és akkor elmúlik ez a kemény vonal. De mondom, de nem lehet, hát példát kell statuálni. Hogyha megtettük volna 40-en vagy 50-en, akkor a hatalom nem tehette volna meg, hogy levált. Mindenkit nem válthat le. De így, mivel egyedül maradtam, könnyű elbánni, legurul a fejem, de nem bánom akkor is. Meg kellett valakinek mutatni, hogy így is lehet. Hát 25 hónapig voltam állás nélkül. Első 9 hónapban kaptam némi ilyen munka nélküli segélyezést, vagy hogyan mondjam, utána meg aztán semmi. Na de valahogy a Jóisten mindig gondoskodott rólam, mindig találtattak olyan emberek, akik hát valamilyen módon ösztöndíjjal, vagy mit tudom, hogy valahogyan segítették a létezésemet. És ha az iskola kapuja be is zárult előttem, de a levéltárak és a könyvtárak kapuin azért nem zárultak be. És hát dolgozhattam tovább, írhattam a munkáimat, kutathattam, és hát szabad embernek éreztem magam. Annyira szabadnak, mint a buszta közepén álló kóró, akit senki nem bánt, ugyan ott van egyedül, és hát azért egyedül teljesen nincsen, mert akkor kezdtek kiválasztódni azok az emberek, akikről észrevettem, hogy most a bajban ismerem meg őket. Többek között ilyen volt Raffai Ernő barátom, hát ismerősöm inkább úgy mondanom, mert nem voltam vele nagy barátságban, nem is ismertem, csak mint volt honvédelmi államtitkár, mert hát a könyveit olvastam, de amúgy én személyesen nem voltam vele kapcsolatban. Aztán egyszer Solymáron, egy közös rendezvényen adtunk elő, és akkor már befejeződött a rendezvény, akkor azt mondja nekem, hogy van már állásod? Nem mondom, hogy nincsen. Szóval gyere be, holnap az egyetemre lesz állásod. Szinte úgy véltem, hogy most leszállt a Jóisten Raffai Ernő képével mellém, és most íme a sátánnak minden rossz cselekedetét jóvá változtatta. Akkor rájöttem, hogy a miniszterasszony, meg a mesiár voltak éppen a fény irányába fordították az arcomat akkor, amikor úgy gondolták, hogy most kitekerték a nyakamat. Tehát valahogyan építették azt az utat, amelyen keresztül eljutok szinte vágyaim ne továbbjára, hogy egyetemi oktató lehessen belőlem. És hát lett. Tehát még Mecsárnak is köszönöm, még Elaszláv Toszkán miniszterasszonynak, hogy errefelé irányították az utamat. Na, de főleg ugye Raffainak és hát a Jóisten kegyelmének, hogy 2000 februárjától elkezdhettem működésemet a Károly Gáspár Református Egyetemen, ahol egy év múlva tanszékvezető egyetemi docens lettem, két év múlva befejeztem az akadémiai nagydoktorimat, amit már munkanélküliségem alatt ugye elkezdtem kutatni a felvidéki magyar oktatási 18-tól 45-ig, amely három önálló kötet, három külön-külön kötetben jelent meg ez az anyag. 2003-ban megvédtem a nagydoktorimat az akadémián, 2005-ben habilitáltam, és 2006-ban a köztársasági elnök kinevezett egyetemi tanárra. Közben 2004-től 2006-ig az egyetem rektor helyettese is lettem, erről a tisztségről 2006-ban azonban lemondtam, mert úgy vettem észre, hogy ez gátol engem az oktatásban és a kutatásban. Van egy más feladat hárult rám. Csinálja olyan ember, aki ambicionálja ezt, hogy ez engem nem érdekelt, és hát inkább csak a kutatás és az írás. Hát írni csak írok, csak legyen az orvos. Tehát úgy gondolok, hogy talán több ember ír, mint amennyi orvos kis hazánkból, meg az elszakított területeken is. Lassan valóban. Mondhatjuk azt, hogy a rendszerváltás előtt minden bizonnyal szálka volt a szlovákok, meg talán a felvidéki magyar politikusok szemében is, de a rendszerváltás után is megmaradt az, nem? Tehát, hogy ugyanúgy egy kicsit szálka maradt az ön személy a felvidéki magyar politikum, illetve a szlovákok szemében. Nem érezte ezt így? Hát, éreztem, igen, van ilyesmi, amit mondani. De ez minek tudható? Túl harcias volt, vagy nem tudott beilleszkedni ebbe a mocsárba, ami... Vagy nem is tudom, mi a jó szó, talán nem a mocsár, hanem... Hát én beismerem, hogy impulzív ember vagyok, és nagyon nehéz velem az együttműködés. A
akár a szlováknak, akár a magyarnak, bár én megértő vagyok, de van valami olyan benne, ami irritálja a velem szemben álló embert, akár magyar, akár szlovákot. Pedig én állandóan hangoztatom, hogy nemzet ne nemzet ellen küzdjön, ez Babisot idézem most, de én találtam ki, nemzet ne nemzet ellen küzdjön, hanem az ellen, ami minden nemzetnek a legnagyobb ellensége, az önzés és a rombolás szelleme ellen. Amennyiben akarunk, ha van bennünk akarat a józan megegyezésre, akkor minden további nélkül meg lehet egyezni szlovákokkal és mi magyarokkal egymás között is. Na de addig, amíg a szlovák történelem könyvekben azzal rombolják a zsenge 8-10 éves szlovák diák, kis diák lelkét, hogy mi 1000 évig a magyarok által voltunk elnyomva. 1000 éves magyar elnyomás. Hát eleve úgy néznek ránk, hogy ezek nyomtak el bennünket. De ez a mostani történet. Benne van minden, ott van 1000 éves elnyomás. Hát most én nem is csodálkozom, hogy az egész generációk nőttek fel úgy, és nőnek fel úgy, hogy belém csepegtetik a magyar ellenességet. Zsenge kis gyerekkorútól kezdve. Hát először is az oktatásnak kellene megszabadulnia ezektől a tézisektől. És arról nem is beszélve, hogy a magyar gyerekeknek körülbelül a 1/3 szlovák iskolákba jár. Most képzeljük el, az a magyar gyerek ilyeneket tanul. Először is azonnal egy kisebb rendőrségi érzés vesz erőt rajta. A kisebbséghez való tartozás bennük kiváltja a kisebb rendőrségi érzést automatikusan. És a szlovák iskolatársainak tehát egy csipkelődés vagy gúny célpontjává válnak. És ezeknek a szlovák iskoláknak mi felénk, magyarok felé nem is csak az az első nagy baja, hogy a szlovák iskolába járó magyar gyerek nem tanul meg rendesen magyarul írni, nyelvtant, irodalmat nem tanul, tehát a magyar műveltséget elmulasztja magába szívni, hanem az, hogy magyar ellenességet szív magába, kimondottam. És én ezzel tanúbizonságot tehetek, mert 11 éves koromtól szlovák iskolába kényszerültem járni, és tudom, éreznem kellett állandóan, hogy még akkor is, hogyha bármilyen jó barátok voltunk, valamilyen szlovákokkal együtt fociztunk, meg jégkorongoztunk, meg minden, de mihelyt erre került a sor, hogy valami bajunk volt, mindjárt az volt, hogy büdös magyar. Ha esetleg összekerül, és érdekes, hogy a tanító, két magyar, a testvérem és én voltunk magyarok, tehát az osztályban, és két cigány volt. Cigánnyal szlovák gyerek nem volt hajlandó beülni egy padba akkor. Na most mit csináltak? Egyik magyar, egyik cigányal, a másik magyar, a testvérem, a másik cigányon ültették egy padba. Mert tudták, hogy mi nem fogunk tiltakozni. Mi nem vagyunk olyan helyzetben, hogy a szüleink bejöjjenek és azt arra csapjanak az osztályfőnek előtt, hogy az én fiamat ne ültesse cigányhoz. Mi elviseltük őket, és a cigányok óhatáltak is bennünket természetesen. A szlovák nem, cigány sem viselte el. Ma velünk hajlandóak lettek volna ülni, de a cigányon már nem. És akkor még megkaptuk a cigányokat, hogy legyen, aki üljön velük. Most erre már humoros visszagondolni, de akkor ez volt a valóság akkoriban, 50-es években. 78 évesen, ugye említettek, hogy ma van születésnap éppen, 78 évesen honnan van még mindig önben ennyi tűz, ennyi küzdeni akarás? Nem az én tűzem. Én úgy érzem mindig, hogy én kapcsolatban vagyok valahogy valamilyen fölülről jövő tüzes nyelvekkel, amelyek ugye Pünkösd napján szálltak le a tanítványokra. Tehát én is, ha előadok valahol, egyetemen is ez volt, mindig fohászkodtam, hogy Atyafőszentélek, teljes szentháromság, segítsenek, küldjetek a tüzes nyelveket. És akár hihető, akár nem, én mindig éreztem, hogy megtelek valamilyen tűzzel, valami szókimondás bátorságával, és mertem beszélni még olyanokról is, amit talán más jobbnak látott volna elhallgatni. Nem azt mondom, nem akarom azt állítani, hogy mindig okok dologból, nem. De itt nem tehettem mást. Úgy voltam, hogy itt állok, másképp nem tehetek. Ki kell mondanom, mert másképpen szétfeszít a gondolat, ha ki nem mondom. Hát, ez volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt valadunk. Hát, köszönöm szépen. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.